Üdvözlök minden kedves nézőt, Polgár Attila vagyok, a Polgár Haditechnikai Gyűjtemény egyik tulajdonosa, és ebben a videóban az MP40-es géppisztolyt szeretném bemutatni, közismertebb nevén a Schmeisser géppisztolyt. A fegyver a 9x19 mm-es Parabellum pisztoly lőszer tüzeli, közismertebb nevén a Luger pisztoly töltényt, melyből a fegyver tárjába 32 darab helyezhető el. A tárazás megkönnyítéséhez minden fegyverhez rendszeresítettek egy tártöltő készüléket, mely a tártáskában kapott helyet. Itt látható a tártöltő készülék. Ezt könnyedén felhelyezhetjük a tára. Egy könnyed mozdulattal rögzült is a tárhoz. Használata pedig a következőkből áll. A nyomógombot lenyomva tartom, majd a lőszert behelyezem a tárajakba, felengedem a gombot, majd teljesen hátratolom a helyzetébe a lőszert. A következő lőszernél ismételem a folyamatot. Ismét hátratolom egy könnyed mozdulattal, majd ha befejeztük a töltést, a töltő adapternek található itt egy leválasztó gombja, egy rögzítő gombja. Benyomom, majd felfelé lehúzom a tárról a töltő adaptert. Ezt követően használatra kész a tár. A fegyver el van látva egy behajtható váltámasszal, melynek kinyitását hátul bal oldal található gomb benyomásával érhetjük el. Hátsó helyzetében berögzül, majd a váltámasz részét lehajtva használatra kész a fegyver. Ezt követően, mint minden más fegyver esetében, ellenőrzöm a töltetlenséget, mely a következőkből áll. Eltávolítom a fegyverből a tárat a bal oldal található tárkioldó gomb benyomásával. Lefelé kihúzom a fegyverből a tárat, majd hátra húzom a zárat, és ellenőrzöm, hogy töltetlen a fegyver. Ezt követően fesztenítem a fegyvert, majd a tok alsó részén található szerelő gombot lehúzom, elfordítom kissé, majd meg kell húznom az első több billentyűt, illetve a toknak az elejét kissé elforgatom jobbra, majd leemelem az alsó ágyról. Itt látható a toknak az alsó része a markolattal, az elsütő szerkezettel, illetve a kihajtható váltámasszal. Végül kiemelem a helyretoló szerkezetet a zárral, a tokból. Itt látható a helyretoló szerkezet a zárral. Ezt egy könnyed mozdulattal eltávolítom egymásból. Itt látható az ütőszeg, a helyretoló szerkezet. Ebben belül elhelyezkedik még egy spirálrugó. Gyakorlatilag ez egy védőburokban van elhelyezve. Itt látható a fegyvernek a zárja, melyben található még a hüvelykivonó, illetve a felhúzó kar. A felhúzó kart lehet rögzíteni fesztenített helyzetében a balesetmentes hordáshoz töltött állapotában. Illetve itt látható a fegyvernek a tokja a csővel, illetve rajta van a tárfészek. Itt megemlítenék még egy érdekességet a cső alatt. Található egy bakelit elem, egy bakelit alkatrész. Ez némelyik MP40-esnél alumíniumból készült, illetve acélból. Gyakorlatilag itt egy szakálszelű kialakítás van a fegyveren. Ezt a gépesített csapatoknál találták ki. Acélból, hogyha a küzdőtérből
szeretett volna a katona lövést leadni, hogy tüzelés közben ne forduljon elő olyan eset, hogy mikor tüzelnek a fegyverrel, véletlen a küzdőtér belsejében lőtt volna a katona. Gyakorlatilag ez a kis szakál ezt akadályozta meg. Ez egy ilyen biztonsági funkció a fegyveren. A fegyver nyílt irányzékkal van ellátva, mely 100, illetve 200 méteres célzott irányzást tesz lehetővé a fegyverrel. Az összeszerelés pedig fordított sorrendben történik. Visszahelyezem a zárba a helyretoló szerkezetet, majd visszateszem a tokba a zárat a helyretoló szerkezettel, összeillesztem a tokokat, elhúzva tartom az első billentyűt, visszafordítom a tokot, hallható is volt egy kattanás, majd a rögzítő gombot ismét kiemelem, elforgatom, berögzült, ellenőrzöm a működést, felszállítom a fegyvert, visszahajtom a váltámaszt, majd visszahelyezem az üres tárat a fegyverbe. Köszönöm, hogy megtekintettétek a videót!